Főz a város, főz a megye, köszöntöm nézőinket a Főispán étteremből, önök gasztronómiai kalauzunkat látják, és a mai műsorban rácáfolunk arra, ami már itt is, és ugye egyébként is többször elhangzik, hogy a leendő házi asszonyok, a mai fiatal lányok nem szeretnek annyi időt a konyhában tölteni, mint amennyit elődeik elvárnának tőlük, és hát úgymond a gyors étkezésnek, vagy éppen a, mondjam azt, hogy a gyors éttermeknek a hívei, nos ez nem igaz, hiszen ma itt vendégünk Letenyei Dóri, aki ismerős lehet önöknek, hiszen korábban Dóri ebben a műsorban már borokat ajánlott, hiszen ő a jó példa, szereti a borászatot is és a gasztronómiát is. És Dóri, igaz, hogy neked sincsen sok időd, de azért igyekszel a konyhában elkészíteni az ételeket. Ma is egy mindenkinek ajánlható könnyű ételt hoztál. Igen. Mi ez? Igen, nyári szezon van ugye, és ezért egy könnyű nyári ételt hoztam el nektek. Szezámmagos csirkefalatokat egy könnyű, friss görög salátával. Dóri, ugye itt említettük a különböző konyhában töltendő időt. Szereted a gasztronómiát. Mennyi időd van rá? Mi az, amit belefér a napirendbe? Mi az, amit meg tudsz engedni a munkád mellett? Délután, illetve este egy gyors vacsorát szoktam készíteni páromnak. Olasz ételeket nagyon szeretjük, spagettit, lazányát, vagy egy könnyű salátával készítem el a vacsorát. És hát legyünk őszinték, ugye így bikini szezon előtt nem árt, hogyha inkább ilyen ételeket igen. részesítünk előnyben. Dóri, mi kell ehhez az ételhez, hogyan lássunk hozzá, induljon el a folyamat? Jó, elsőként csirkemell szükséges ehhez az ételhez. Ez tulajdonképpen egy panírozott hús lesz, hasonló, mint a rántott hús, annyi kis különbséggel, hogy a zsemlemorzsába csempészünk egy kis szezámmagot, ez adja meg az ételnek a jellegét, és ezt pedig bőolajban fogjuk kisütni. A salátához friss zöldségek szükségesek, kígyóborka, paradicsom, lilahagyma, illetve még a jellegéhez nagyon fontos a olivabogyó és a fetasajt, és ezt pedig az egész salátát egy könnyű olívaolajas öntettel fogom meglocsolni. Na hát, gondolom, hogy aki éppen a pulykahús szereti, abból is el lehet készíteni. Elkészítheti igen. abból is. Igen, mindenképpen filét javaslok, legalább nem kell bajlódni akkora csontozással otthon, úgyhogy így még gyorsabban el lehet készíteni ezt az ételt. Egy picikét kiklopfoljuk ezt a húst, majd utána pedig sózzuk, és azt fogja követni a panírozás. Minden készen áll a panírozáshoz, igen. azt hiszem, és hát tényleg, Dóri, ahogy mondtad, semmi különleges eljárás nincsen, ahogy hagyományosan igen. a jó kis rántott húsit szoktuk panírozni, most ezt tesszük. Igen, elsőként ugye akkor a besózott, kiklopfolt húst lisztbe forgatjuk, majd ezután jön a felvert tojás, egész tojásba tesszük a húsit. És még mielőtt tojásos lenne a kezem, előtte beleteszem a szezámmagot a zsemlemorzsába. Tehát még ez sem külön kell, hanem igen, össze kell igen, igen. keverni, és akkor... Igen, semmi bonyolult dologra nem kell gondolni. Dóri, egyébként honnan a rajongás, hogy így kérdezzem tényleg a gasztronómia iránt? Ugye azért napjainkban is, főleg hál' Isten itt Szekszárdon, egyre több fiatalt érdekel a szőlő, a bor, de az azért annyira nem jellemző, hogy hölgyeknek ez lenne mondjuk a hobbiuk. Nálad igen. ez hogy jött? Ez igazából gyerekkorom óta engem nagyon érdekel a főzés, gasztronómia, és szakmám, első szakmámat is ez alapján választottam, vendéglátóipari szakközépiskolába érettségiztem, majd ezután igazából a idegenforgalmi vonalon mentem tovább, főiskolára Székesfehérváron, és első munkahelyem, ahol már borokkal is kellett foglalkoznom, az egy borászati cég volt itt Szekszárdon, és annak a jóvoltából szerepeltem már nálatok borajánlásként. Most egy éve igazából váltottam, úgyhogy már csak hobbim a borászat meg a gasztronómia. Most egy szekszárdi gabonakereskedő cégnél dolgozom, logisztikai
munkakörbe. Ez a Goldcan Kft. Gabonakereskedelem és ügynök tevékenységgel foglalkozik, és mondhatom, hogy jól érzem magam. Hát ez nagyszerű, Dóri, ezt tényleg örömmel halljuk, és hát azért az is örömteli mindenképpen, hogy megmaradt ugye ez a bizonyos gasztronómia, és említetted a gyerekkorodat. Ki az a családban, aki esetleg téged a konyhába csalt, vagy ki az, aki nagy borász otthon? Igen, a családban édesanyám nővére, keresztanyám foglalkozott gasztronómiával, ő tanítónő is volt a vendéglátóipari szakközépiskolában, úgyhogy innen volt az indítatás igazából, hogy én oda fogok menni iskolába, meg nagyon szerettem is főzni a konyhába otthon. Van, amikor a családi összejöveteleken, vagy nem tudom, akár baráti rendezvényeken, te vagy az, aki a háziasszony szerepét betöltöd, igen, és magadra vállalod a főzést? Mindenképpen édesanyámnak is nagyon sokat segítek otthon hasznos tippekkel. Látom el, amit az iskolában tanultam, úgyhogy segítkezek otthon nagyon szívesen. A panírozást követően a húsokat bő forró olajban kisütjük. Dóri, azért közben annyit még megegyezhetünk, hogy akinek úgy van kedvére, az sokkal kisebb darabokra is, akár csíkokra is vághatja a húst, de te ezt nem ajánlod. Miért is? Én igazából azért nem szeretem vékonyabb csíkokra, palackákra vágni ezt a húst, mert a csirke már könnyen kiszáradhat sütés közben. Úgyhogy inkább egy picit nagyobb darabokba javaslom. Dóri, honnan gyűjtöd az inspirációt, a különböző recepteket, honnan szerzed be? Internetről, televízióból, illetve étteremből, ha látok valami, vagy kóstolok valami finom újdonságot, akkor otthon azt kipróbálom. És megkérdezed, nem szégyeled különösebben? Nem, utána mi? A külföldi gasztronómia mennyire kedvenced? Ugye az olasz konyhát említetted, igen, hogy ugye egy jó spagetti, egy jó tészta az azt hiszem, hogy mindenkinél nyerő otthon. Mi az, ami még esetleg nálad bejön? A görög ételeket is nagyon kedvelem, grillezett húsokat, friss salátákkal, ugye ez a családom kedvence is. Mi volt az mondjuk, ami olyan nagy kihívás volt számodra, amikor úgy ismerkedtél még a gasztronómiával, és vannak olyan ételek, amikről az ember, magam is voltam így, azt gondolja, hogy ezt én biztos, hogy nem tudom megcsinálni, aztán persze neki kell állni, és ki kell próbálni, és sikerül. Nálad volt ilyen, ami ilyen nagy sikerélményt okozott? Volt legutóbb, ami egy kis félelmet okozott nekem, nyulat sütöttem, még soha nem próbáltam, mustárosan bepácoltam, jó sok fokhagymával, és ezt készítettem el otthon, és nagyon nagy sikere volt, úgyhogy bátran fogok próbálkozni még ezután is. Szeretsz egyébként, Dóri, mindent kipróbálni? Tehát nincs olyan terület, amit mondjuk nem részesítesz elődben, mert azt mondod, hogy ez nem kedvencem. Tehát úgy vagy vele, hogy minden egyszer legalább megfőzöl, kipróbálsz? Igen, de úgy érzem, hogy inkább az egytál ételeket szeretem jobban készíteni, úgyhogy azokat inkább. Mi a kedvenc? Kedvenc? Sok van? Nehéz választani? Igen, igen, igen. Hát tésztákat szoktam, amint már mondtam, de szoktam, most legutóbb készítettem például egy kínai jellegű ételt, sült rizst, csirkehússal, egy ilyen wok nevezetű tálba készítettem el otthon, úgyhogy annak is volt sikere. Hús megsült szép pirosra, úgyhogy elkezdhetjük a tálalását. Nem kell sokáig sütni ezt a húst, néhány perc alatt átsül mindkét oldala. Hát beszéltünk arról, hogy akinek még az életét nagyrészt a munka tölti ki, igen, és nincs sok ideje a konyhában szorgoskodni, annak ezek az ételek mindenképpen kedvezőek. Igen, hamar kész van, finom, könnyű vacsora, főleg nyári szezonban nagyon kedvelt. És egyébként nagyon egyszerű ötlettel, igen, mennyire különlegessé lehet tenni. A hús megsült, és félretesszük. És akkor most elkezdjük a salátát készíteni. Ezzel se lesz semmi bonyolult dolog. A hozzávalókat összevágjuk, amire úgy figyeljünk azért, hogy nagyjából egyforma darabok legyenek a salátában, mind a paradicsomból, uborkából, illetve a hagymából. Nem kell olyan túl kicsire vágni ki, hogy szereti. Dóri, a konyhában mit lehet mondani, amikor mondjuk külföldön jársz, akkor mennyire hozol be határon túlról dolgokat? Tehát vannak-e olyan fűszerek esetleg, van-e valami olyan szokás, amit akár egy kikapcsolódás, igen, vagy egy hivatalos út
nyomán lestél el. Igen, igen, fűszereket mindenképpen szoktam hozni otthonról, szüleim éppen most jöttek haza Hollandiából, mindenképpen lelkükre kötöttem, hogy sajtokat hozzanak nekem, úgyhogy meg szoktam magamat is letni egy-egy külföldi utazás során ilyen különleges fűszerekkel vagy különlegességekkel. Dori, ez a mai étel egy kifejezetten ugye egészséges étel, erre már utaltunk. Te mennyire figyelsz arra, hogy ami az asztalra kerül, az valóban egészséges legyen? Vagy most ez tényleg a szezonnak szól, vagy ez jellemzi otthon a konyhát? Ez jellemzi igazából. Meg én nem tudom, ösztönösen, vagy nem tudom miből fakadóan, én nem vagyok nagy húsevő, tehát inkább én a zöldségből készült ételeket részesítem előnybe, ami ugye egészséges is, meg én ezeket kedvelem. Úgyhogy a zöldség az egy nagyon fontos szereplője a konyhának, illetve az asztalnak otthon. Arra nem gondoltál már például, hogy vegetáriánus légy? Nem. Én nem gondolom azt, hogy az olyan nagyon egészséges, úgyhogy azért a hús szerepel az étrendembe, főleg csirke, illetve fehér húsú ételek, de mindenképpen a zöldségek mellett szavazok. Dori, és annak ellenére, hogy ugye itt már utaltam rá, hogy sokszor mondják, hogy a mai háziasszonyok már nem olyanok, mint a korábban a háziasszonyok, de persze a világ megváltozott vele együtt nagyon sok minden. Mondjuk amikor te otthon a családoddal, vagy éppen a pároddal leülsz az asztalhoz, akkor figyelsz arra, és hát ezt akár a szakmádból adódóan is kérdezhetném, hogy minden úgy kerüljön oda, hogy az látványban is gyönyörködtessen? Tehát adsz igen, az ilyen dolgokra? Igen, ezt nagyon fontosnak tartom. Nem elég, hogy az étel finom, hanem azt úgy is kell feltállalni, hogy már látványosságnak se legyen egy utolsó, úgyhogy ezt én nagyon, nagyon szem előtt tartom. És hogyan látod a korosztályodat? Mondjuk a barátnőid, vagy éppen a munkatársaid nem tartják furcsának azt, hogy te már ilyen fiatalon elkezdtél a gasztronómiával foglalkozni? Nem néztek rád egy kicsit furcsán, hogy hát minek? Hát anya megfőzi, aztán ott van. Nem, igazából a környezetemben barátnőim is nagyon szívesen szorgoskodnak a konyhába, úgyhogy cserélgetjük is a recepteket, ötleteket adunk egymásnak, úgyhogy egyáltalán nem volt furcsa. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egyre több fiatal lány is szívesen próbálkozik otthon a konyhába. Talán hozzájárultak az olyan műsorok is ehhez, mint amiket most ugye a televízióban igen, rendszeresen nézhetünk. Tehát most van egy népszerűsítése a gasztronómiának, és mondjuk Dori, te arra nem gondoltál, hogy ezt magasabb szintre fejleszt? Mondjuk, hogy egyszer ebből élje meg, vagy írj egy szakácskönyvet, vagy ilyesmi, nem? Nem, ennyire nem gondoltam. Marad ez csak a hobbi, illetve a családom legnagyobb örömére készítem otthon az ételeket. Ugye most már az összevágott zöldségek mellé kerül a, hát a lelke a görög salátának. Az, hogy most az éppen fekete olajbogyó, az véletlen, vagy teljesen mindegy, hogy zöldet vagy feketét használunk? Az ízlés dolga, igazából szerintem mindegy. A két fajta olívabogyó között az a különbség tulajdonképpen egyfajta, csak annyi, hogy a fekete az érettebb termés, a zöld pedig az éretlen, és úgy konzerválják. Igazából ez a különbség, de teljesen mindegy, ki hogy szereti. És visszatérve az egészséges táplálkozásra, ugye az olívabogyóról, illetve az olívaolajról, ami majd megadja a salátánknak az öntetet, egy nagyon, nagyon egészséges olajról van szó. Fogyasztásával rengeteg érrendszeri megbetegedés, illetve más betegségek megelőzhetők, sőt, még itt mai napon még említést tettünk ugye a reform, illetve a fogyókúrás ételekről. Éppen mostanában olvastam, hogy a fogyókúrába is nagyon jól beilleszthető az olívabogyó, mert hatóanyagai segítik a felesleges zsírsejtek lebontását. Na. Úgyhogy hajrá, lányok! Ezt is megtudtuk. Én képzeled, Dori, olyat is hallottam, én is úgy olvastam, de aztán beszéltem olyannal, aki maga ezt gyakorolja, hogy az olívaolajjal kezdi a napot. Tehát egy nagyon pici olívaolajat ébredés után, mielőtt bármit tenne, a szájába vesz, és bent tartja a szájüregben. Hát persze ez ameddig bírjuk, hogy nem nyeljük le, mert nyilván ezt azért lenyelni, akkor lehet, hogy egész nap a vécére kellene szaladgálni, de hát ennek is meg lehet a jótékony hatása, de hogy ez állítólag nagyon-nagyon egészséges. Igen. Ezt oda vezetik vissza, ugye, hogy régen az olaj ágat, vagy az olaj gyökeret, vagy a fa részeit, az olajfa részeit sokan rágták, és állítólag ez is nagyon jó. Hát... Igen, nagyon sok jótékony hatása van
szépségápolási cikkeket készítenek oliva bogyóból vagy olívaolajnak a különböző felhasználásából, szappanokat, testápolót, úgyhogy nagyon sok rétű a felhasználása. Hát mi most egyelőre megesszük, ugye ez a saláta mondhatnók már csak a fűszerezésre vár, ez hogyan történik? Igen, egy könnyű olívaolajas öntetet fogok elkészíteni ehhez a görög salátához. Elsőként extra szűz olívaolajat ajánlok leginkább. Az első sajtolásból készül az olíva bogyónak a sajtolásából. Teszek bele oregánót. Majd még megbolondítjuk egy kis citromlével. És ez is szigorúan friss. Igen, igen, mindenképpen. Citromlé. Ehhez se kell különösebben, azt hiszem semmiféle szaktudás, és tényleg nagyon egészséges öntet. Igen. És akkor ezt, amit még fontos tudni, hogy mindenképpen csak tálalás előtt tegyük rá a salátára, mert könnyen összeesik a saláta, hogyha előtte már rátesszük az olajas öntetet. Én most, mivel mindjárt itt készen lesz az étel, ezért akkor már rá is tenném. Nem kell túl sok rá, csak annyi, hogy bevonja az összes hozzávalót a salátába. Gyönyörű szín kavalkádot láthatunk itt a tálba. Ez érdekes volt, és nem tudom, nem akarom önmagam ismételni, de lehet, hogy már ezt egyszer említettem, hogy amikor én annak idején így elkezdtem foglalkozni a különböző ételekkel, és a salátáknál tartottam, meg voltam döbbenve, hogy ugye a nagy mennyiségű salátákhoz milyen kevés öntetet írnak. Igen. Mert ugye az ember azt képzelte, hogy hát nem tudom, nagyobb mennyiséghez jóval több kell. Aztán, ahogy itt a mellékelt ábra is mutatja, sokkal kevesebben is nem kell hozzást érhetünk el. Igen, utolsó mozzanatként pedig, ami szintén a salátának egy fontos jellegét megadja, ez a fetasajt. A fetasajt ugye az egy görög eredetű sajt, de készítenek ilyen jellegű sajtot a németek, a dánok, bolgárok, meg a románok is. Viszont mostanában egy komoly vita alakult ki a feta név használatából, hogy mindenki magának követelte, hogy ők használhassák a feta elnevezést, de legutóbb, azt hiszem pont májusban az Európa Bíróság meg is hozta a döntést. Igaz, hogy nem szigorú jelleggel, de hogy a görögöknek ítélték ezt a megnevezést, úgyhogy ők tudhatják magukénak ezt a nagyszerű terméket, éppen úgy, mint akár mi magyarok a tokai bort, meg a pálinka elnevezést. Így van, most ezek egyre inkább előtérbe kerülnek. És hát álmulva hallom, Dori, hogy mindenről tudod a mögöttes dolgokat. Ez így fontos, hogy utána nézzél dolgoknak? Igen, szerintem fontos, hogy tudja, miből készül, az eredetét esetleg a hozzávalóknak, meg úgy érdekel is olyan kis ismereteket gyűjteni róla. No, hát én azt hiszem, hogy akkor talán mondhatjuk, hogy a salátánk is készen van, és hát ahogy ígértük a műsor elején, azért lesz itt valami desszert is, és ne ijedjenek meg, Dorit ki fogjuk faggatni arról is, hogy édességek terén hogyan áll, de most egy nagyon egyszerű desszert jön, és azt hiszem, hogy ennek az ételnek, ami ugye már itt az egészség, a szépség jegyében telik, egy méltó kísérője. Igen. A desszert főszereplője a vanília fagylalt lesz. Dori, ahogy említettük, ez sem igényel különösebben nagy szaktudást, de nagyon finom. Mit kell tennünk? Igazából a körítése lesz a hangsúly ennél a desszertnél, mert ugye a vanília fagylaltot azt megvásárolhatjuk már készen, és hozzá szeretnék készíteni nektek egy eperszószt, ami szintén egyszerűen készül, epret egy kis edénybe beletesszük. Ha gondoljuk, át is lehet passzírozni, ha valaki nem szereti, hogyha sok maggal készül, de egyébként főzés közben is kisebb darabokra szétesik az eper, úgyhogy így is el lehet készíteni. Ami még fontos összetevője ennek a szósznak, a cukor, ezáltal fog besűrűsödni a mártás, illetve vagy vizet, vagy egy kis vörösborral lehet még pikánsabbá tenni a mártásunkat. Ez is pár perc alatt készen van, úgyhogy ez sem igényel túl sok időt.
pár csepp citromot mindenképpen szeretnénk beletenni, ugyanis ez segít megőrizni az eper szép csillogó piros színét. És már is készen van mindjárt a mártásunk. Ezt a mártást többféle bogyós gyümölcsből lehet készíteni, akár málnából, szederből, vagy ribizliből. Ez már kellően be is sűrűsödött, úgy látom. Félretesszük. És akkor már csak a tálalás van hátra. Vaníliafagylaltot egy nagyobb méretű apostára halmozzuk. Kiki hány gombócot enged meg magának. Igen, és akkor ezután pedig mártás. Hát legjobb igazából, hogyha kihűtjük a mártást, de hogyha azonnal fogyasztjuk ezt az édességet, akkor az se baj. Hogy a hideg meg a meleg találkozása igen különleges lehet. Még mandulát látok itt, Dóri. Igen. Igen, az is a díszítéshez lesz szükséges. A mandulát előtte meg is lehet pirítani, most mi ezt nem tettük meg, de talán jobban kihozza majd az ízét, hogyha esetleg otthon valaki ezzel próbálkozik, hogy mielőtt összeaprítanánk, akkor előtte picit pirítsuk meg. Tejszínt is készen vásároltuk, úgyhogy azzal se kell bajlódni, hogy felverjük kemény habbá a tejszínt. Most már talán nincs is más hátra, Dóri, mint hogy megtudjuk, hogy ezekhez a remek ízekhez a pohárban milyen harmónia dukál, úgyhogy pillanatokon belül ajánlunk egy-egy kellemes bort is az ételhez. Mire esett a választásod, Dóri? Amennyire én figyelemmel kísértem műsoraitokat, jobbnál jobb igazi, testes, szexádi vörös borokat sorakoztattak fel az ajánlók. Én a mai napra a könnyedebb irányvonalból választottam egy bort. Egy kedves borász ismerősöm, Módos Ernő felajánlásával a Heimann pincészettől a 2004-es évjáratú Fuxli nevű Schiller bort. Németesen cseng. Hoztam el hozzátok. Igen, németesen cseng, ahogy mondod. Régen a sváb családok nevezték így a Schiller jellegű borokat. Akkor készültek ilyen világos piros, kicsit vékonyabb borok, amikor abban a bizonyos évjáratban például egy kadarka nem rendelkezett a megfelelő színanyaggal, és így csak egy ilyen könnyed, élénk savtartalmú bort lehetett elkészíteni. A Fuxli elnevezés ugye a német nyelvben visszaköszön a Fuchs, mint róka elnevezésre, és ezzel utalva a bor pirosas, vöröses színére. Erről a Fuxliról, készítéséről annyit kell tudnunk, hogy nincsen meghatározva szigorú recept alapján, hogy milyen típusú szőlőkből, vagy milyen fajta szőlőkből készítsék. Vörösbor szőlőből készül, és mivel szexádi bor lévén azért a kadarka előkelő helyen szerepel a résztvevő szőlők sorában. Ezt a bort az erjedés harmadik vagy negyedik napja körül fahordóba engedik, ott pedig hagyják 10-12 napig, hogy teljesen kierjedjen, majd ezt követően az almasabbnak csak egy részleges lebontását engedik, így kialakítva, így kerekítve a finom élénk savtartalmát ennek a bornak, és ezt követően pedig reduktív körülmények között érlelik palackozásig. Reduktív környezet nem egy bonyolult dolog, mindjárt meg is magyarázom, hogy mit jelent. Annyit jelent igazából, hogy rozsdamentes koracélhordóba tárolják a bort, így elzárva az oxigéntől. Ez azért szükséges, hogy a bor megőrizze gyümölcsösségét és frissességét, ami egy Schiller kategóriájú bornál elengedhetetlen tulajdonság. Hát Dóri, hallgatnánk még estig, de a műsoridő véges. Még egy borról azért tegyünk említést, ha nem is ilyen hosszan, ezt a desszerthez hoztad. Igen, a desszerthez szintén a Modvin felajánlásából egy cserszegi fűszerest választottam. Ez éppen a Sevestyén pincészettől van ez a bor, ez a 2004-es évjárat. A cserszegi fűszeres az egy viszonylag új nemesítésű fajta itt nálunk, itt Magyarországon. A 60-as években Bakonyi Károly szőlőnemesítő nevéhez fűződik, a Tramini és a Zalagyöngye keresztezéséből született ez a fűszeres fajta. A bor illatában parfümös, fűszeres, amit a Traminitől örökölt. Kifejezetten ennek a bornak az a különlegessége, hogy reduktív
terjedést követően egy hónapig tölgyfahordóba érlelték, így egy kerekebb, egy kicsit testesebb fehér bort kaptunk. Azért választottam ezt a bort a desszertünk köz, igaz, hogy nem egy édesborról beszélünk, de egy kitűnő ellenpontot ad a desszertnek. Az eper, illetve a vaníliafagylalt édességét kitűnően ellensúlyozza ennek a bornak a fűszeressége, illetve kicsit száraz jellege, még jobban kiemelve a vanília fűszerességét. Dóri, nem tudok mást mondani, mint hogy kocincsunk, és hát hölgyeim és uraim, azt kell mondanom, hogy aki ért a hobbiához, az ért a hobbiához. Próbálják ki az ételeket mindannyian kedves egészségére. Egészségetekre.